Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. A Shadow Wölner ügyet nem mi ástuk ki a föld alól, de lehet rá azt mondani, hogy idővel a mi történetünk érett, hiszen a nyomozás, majd a bírósági eljárás minden érdemi fordulatáról igyekeztünk beszámolni. Úgyhogy úgy illő és úgy logikus, hogy a hét fordulatai után most az újabb ügyészségi közléseket is igyekezzünk értelmezni és kontextusba helyezni, még az is lehet, hogy segítünk vele az ügyészségnek, de nektek hallgatóknak majdnem biztosan azzal elintézni, hogy hát nem vett részt ezért aztán nem is használták föl a politikai kampányban, de hát attól még az egyik hivatali vezető a másik hivatali vezetőtől hozzá nem tartozó adatokat kért el. Ezek azok olyan esetek, meg egyébként nyilván Rogán Anta kabinet főnökihez kapcsolódó esetek, amik fel vannak sorolva a nyomozati iratokban, amelyeknek kapcsán az embernek hiányérzete támad a vádiratot látva. És mindezt, amiről beszélünk, hogy hiányérzete van az embernek, ezt erősíti meg egyébként Varga Judit igazságügyi miniszter, amikor arról beszél, hogy kihúzattak ebből a vagy a vádiratból, vagy a nyomozati iratokból részeket, amelyek rájuk vonatkoztak. Most ez a kettő egymást erősíti. Pál vagyok, ezúttal is én kérdezek. Horváth Csabával, közéletrobatunk újságírójával és annak a podcastnak a gyakori vendégével vagyunk ketten a stúdióban. Hello! Szia Zsombor! És akik a héten követték az eseményeket, sejthetik, hogy korábbi történeteinkkel összefüggésben van éppen Csabit, mert hogy az látszik a mi olvasó számainkban is, hogy ugye a Magyar Péter körüli gyűrűzések tartják izgalommal az országot, de mi most nem arról fogunk beszélni, hogy a Magyar Péter barga Gyurit ex házas közül ki viselkedik nehezebben vállalható módon jelentősebb mennyiségű alkoholhatás alatt privát rendezvényeken, hanem ennek volt egy kiinduló pontja is, ami a Csabi által régről és rendszeresen követett Shadow Völner ügy. És hogyha az eheti történéseket akarjuk végigvenni, akkor ugye különböző atombombákkal hadonászott verbálisan Magyar Péter, de aztán kedreggelre az arra szűkült, el, hogy egy, az ügyészség működésével és a Sadul ügy feltárásával és a körüli vélt manipulációkról árulkodó felvételt tesz majd ő közzé. Mik voltak a hangfelvételből visszakövetkezthető állítások, meg mennyivel gondolta ezeket tovább Magyar Péter, és aztán mindig innen áttérünk arra, hogy az ügyészség több lépcsőben hogyan rágált. Igen, tehát a keddi nap volt a legfontosabb a héten, akkor ugyanis Magyar Péter valóban, ahogy ígérte, nyilvánosságra hozott egy felvételt, amivel ő három állítását szerette volna igazolni, amit korábban a, pont az ügyészségről távozva tett meg. Nevezetesen azt, hogy Sadl György, a végrehajtói kar korábbi elnöke, aki most a büntetőjárás során két évet törtött a rács mögött, Rogán Antalnak az embere, valamint ami ennél egy sokkal súlyosabb állítás, hogy Rogán Antal és vagy emberei bementek az ügyészségre, manipulálták a ügyészségiratokat, iratokat, abból kivettek, kihúztak dolgokat. És a harmadik pedig az, hogy Völner Pálnak, aki az igazságügyi minisztérium államtitkára volt, Varga Judit helyetteseként, beosztottjaként, az ellene folyó nyomozás és megfigyelés kapcsán őt fél évvel korábban tájékoztatták, mint hogy ellene egyébként gyanút közöltek volna. És a keddi napon pedig a, azt a hangfelvételt tette közzé az ügyészségi újabb folytatólagos meghallgatása előtt, amelyen Varga Judit olyan állításokat tesz egy otthon titokban rögzített hangfelvételen, amelyek ezt alátámasztják bizonyos mértékig. A három állításból egyébként kettőt arról nem beszélt Varga Judit, adó, hogy ez a Rogán Antal embere volna. Ez a legkisebb állítás egyébként. Ezt magyar Péter mondja valójában ki ezen a felvételen. Meg ez a legnehezebben igazolható? Egyébként. Igen. Ami viszont nagyon fontos volt, hogy Varga Judit valóban elmondja azt, Rogán Antalékra utalva, hogy ők kihúzat kiadták magukat az Nem tudjuk, hogy az iratok alatt itt mit értenek a nyomozati anyagokat, vagy a vádiratot. Feltehetően egyébként az utóbbiról lehet szó, ugyanis e körben azt is elmondja Varga Judit, hogy javaslatot tettek az ügyészeknek arra, hogy mi mindennek nem kéne bekerülnie, de ezt nem minden esetben tartották be az ügyészek, legalábbis valami hasonló módon fogalmaz, illetve a másik állítás, ami szintén Varga Jüritton hangzik el, hogy Völner Pálnak szóltak, hogy hagyja abba, nem hagyta abba, és már tavasszal szóltak neki. Itt felteltően 2021 tavaszára gondolt, hiszen 2021 novemberében Sadl Györgyöt letartóztatták, amint azt nagy nehézségek árán végül is meg tudtuk akkor írni, illetve az év decemberében meggyanúsították Völner Pált is, miután a Országgyűlés kiadta az ő mentelmi jogát. Ugye itt tartunk a hangfelvétel kapcsán. Ugye ez két nagyon erős állítás egy akkor regnáló igazságügyi miniszter szájából. És ugye ezután jött első körben egy ügyészségi közlemény, amelyben azt állította az ügyészség, hogy hát ez teljesen irreális, az ügyészségre nem lehet kitörölni adatokat nem lehet. Nagyon sok helyen ugye megvannak, több szerveren, több helyen. Az volt a lényege az állításuknak, hogy teljesen légből kapott és lehetetlen, hogy az ügyészségről bárki bármit kihúzasson, kitöröljön. Egyebekben egyébként az, hogy a Völner Pálnak szóltak, arra nem tért ki az ügyészség, ha jól emlékszem. Maga Völner Pál viszont kitért nekünk, tehát én megkerestem az ügyvédjén keresztül, és a végsősor az ügyvédje Pap Gábor nyilatkozott nekünk, és az ő állítása szerint senki az ég egyet a világon nem szólt neki sem fél évvel korábban, sem tavasszal, sem három nappal azelőtt, hogy meggyanúsították volna. Mert hogy ugye egy párhuzamos, vagy kiegészítő narratív, vagy árnyaló narratív, ami a héten még erre rá kapcsolódott, az a Telex kötődik, akik úgy pontosították a fél évvel korábban, hogy ott Magyar Péter időzavarban van, és valójában a György menekülési kísérlet előtti napokban volt az, amikor Völner párra rápiszektek. Igen, és itt van egy nagyon fontos mellékszál, amire egy pár mondatig kitérnék. Ugye az látható, a nyomozat, illetve a vádiratban is benne van, hogy milyen pénzátadásokat szeretne bizonyítani az ügyészség már, mint Sadlő György részéről Völner Pálnak. Ugye röviden az az egész történet arról szól, Sadul György a végrajtói kar elnökeként különböző szívességeket kért Völner Páltól az ügyészek szerint és illetve hát a, ugye a vádak szerint is. Ennek része volt, hogy azokat a végrajtókat nevezzék ki különböző végrajtói posztokra, akiket Sadul György szeretett volna kineveztetni ezek a végrehajtók ezért cserébe kenőpénzt fizettek Sadudó Györgynek, és a, amire akartam itt utalni, hogy miért fontos az, hogy a, a dátumok. A vádiratban látható, hogy a Völner Pálnak fizetett, ügyészség szerint fizetett kenőpénzek dátumszerűen fel vannak sorolva, és ezek egyébként a, ezeknek a pénzatodásoknak az utolsó dátuma az éppen arra az időszakra tehető, amit Varga Judit is mondott, tehát ő tavaszt mondott, de 2021 nyarán volt az utolsó pénzátadás a vádirat szerint. Tehát ilyen alapon igaz is lehetne, hogy neki szóltak, hiszen elvileg már az ügyészség sem tud arról, hogy későbbi pénzátadás lett volna. Ugyanakkor, amiről a Telex írt, hogy két nappal november 3-án, 2021-ben járunk, november 3-án szólhattak a Karmelita Kolostorban Völner Pálnak, annak is van árulkodó nyoma, hiszen a lehallgatási jegyzőkönyvekből illetve nyilván a lehallgatott beszélgetésekből látható, hogy ez az az időpont, amikor Völner Pál már egészen máshogyan kezd el beszélni Sadul Györgyel. Mikor telefonon megkeresi Sadul György, akkor nagyon visszahúzódó, lekoptató, már nem úgy beszél vele, mint korábban beszélt. Tehát nem tudjuk, melyik az igaz, de a nagyon fontos kérdés volna, hogy November 3-a után, november 4-én, Sadolly György bent járt kétszer is az igazságügyi minisztériumban. Az időtájt Völner Bál is bent volt az igazságügyi minisztériumban, és hát egy nappal később próbált elutazni a feleségével Sadolly György, azt hiszem Dubajba, és ekkor a Ferihegyi Repülőtéren felé vezető úton elfogták őket, és őrizetbe is vették őket. Rengeteg készpénzt lefoglaltak, telefonokat, órát, stb., meg egy, egy kisebb vagyont egyébként a sadulházaspárnál. Már volt az ingatlanjainkban, mert hogy náluk egyébként nem volt olyan sok pénz, mint amivel hát, az ember a életet Dubajban. Náluk is sok pénz volt, de nem olyan, hogy nem kirívóan sok pénz, de sok pénz volt náluk. Minden esetre azért nagyon érdekes láncolat, Hogy szóltak harmadikán Völner Pálnak a karmelitában. Egy nappal később négyedikén találkoznak a igazságügyi minisztériumban már, mint Sadul György és Völner Pál, majd egy nappal később elindul, hogy elutazzon Dubajba. Nem tudnék pontosan, mi volt a láncolat, de az egy nagyon fontos kérdés, hogy azt a repülőjegyet, amit Dubajba megváltottak előre, azt mikor vásárolta meg Sadul György. Ez ugyanis eldönthetné például azt a kérdést, hogy szóltak-e neki, mert ha negyedikén vásárolta azt a jegyet, akkor hát eléggé gyanús, hogy valaki szólt neki is. És úgy folytatódik a hétnek a története, hogy az ügyesség a csütörtöki napnak a délelőttjére hirdetett meg egy sajtótájékoztatót, ahol ugye az a filozófiájuk, hogy már részükről vádámenésre lezárult ügyeket utólag nem kommentálnak, nem magyaráznak, hanem Hát először is szerintem az, az ö, eléggé példátlan, vagy legalábbis ritkán fordul elő, hogy az ügyészség ö, ilyen akármilyen akár ügyben legyen, az kis ügy vagy nagy ügy, de hát nagyobbak esetében. Ö, ugye azt mondja, hogy hát ő nem magyarázkodik ö, semmilyen ügyben, pláne nem utólag, és mégis kiállnak és másfél órán keresztül magyarázkodnak arról, hogy mi történt és mi fog még történni. Tehát ez önmagában már azért ö, 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 furcsa, és hát beszédes, és hát nyilván az meg még viccesebb úgy, hogyha azzal kezdődik a sajtótájékoztató, hogy, hogy az ügyészség az érdemeit felsorolja, hogy mennyit dolgoztak éjjel-nappal ezen az ügyön, és hogy még a fehér nemüt is a ügyészek hozzátartozói hordták be az ügyészségre. Tehát ez, ez mindenféleképpen egy, egy figyelemreméltó történet. De ami nagyon fontos, is, ami elhangzott itt ezen a sajtótájékoztatón, az az, hogy valóban itt a hangfelvétel, illetve Magyar Péter állításai kapcsán elrendeltek egy nyomozást, azonban nem biztos, hogy feltétlenül azt a nyomozást, amire mindenki mondjuk számítana, ugyanis itt a nyomozás tárgya az korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása. Ez pedig nyilvánvalóan arról szól, hogy hát ha valakinek volt feljelentési kötelezettsége, azt elmulasztotta. Ez ugye a hangfelvétel alapján kitalálható, hogy Varga Judit, akinek szerintem, illetve hát ebből is kiderül, feljelentési kötelezettsége lett volna, és most ennek kapcsán nyomoznak, és hát őt ki is hallgatták Varga Juditot szerdán tanúként ebben az ügyben. Csak hogy ugye a probléma ezzel, hogy e körben hát nem feltétlenül biztos, sőt, hát inkább valószínűbb, hogy nem vizsgálják ennek a hangfelvételnek a tartalmát. Nyilván megkérdezték Varga Juditot erről, aki nyilván elmondta ugyanazt, amit a Facebook posztjaiban is, hogy hát ő ezt azért mondta csak, hogy mert a férje ezt akarta hallani, de hát valójában csak szabadulni akart, ezért mondta azt, amit hallani akart, de hogy valójában ez nem igaz de hát azért mégiscsak egy igazságügyi miniszter beszél egy hangfelvételen, egyébként hallhatóan teljesen szabadon arról, hogy Rogán Antalhoz kapcsolódó személyek, vagy maga Rogán Antal kihúzatta magát, vagy a körét ügyészségíratokból. és hát most a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy ezt, ezt az állítást, illetve ennek a tartalmát azt úgy nem nagyon vizsgálja az ügyészség. Mert hogy modellszerűen úgy néznek ki, hogy azt az állítást, hogy a drogárattal befolyásolja az ügyészséget, vagy emberei befolyásolják az ügyészséget, és hatása vannak arra, hogy mi van a vádiratban, azt az ügyészségnek kéne egyfajta olyan korrekcióval újra vizsgálnia. Hát igen, és ugye az valószínűleg nem a feljelentés elmulasztásának a gyanúját kéne, hogy mutassa, hanem valamilyen fajta hivatali visszaélés, vagy valami hasonló minősítéssel kellene ugye ebben az ügyben nyomozni, de hát nem látszik, hogy ebben bármi lenne. Bár az is igaz, hogy ugye itt ebben, ezen a hangfelvételen azért akadnak kapaszkodó pontok, ugyanis a Varga Judit, ugye ő megemlítette egy konkrét munkatársát, Martonovics Bernadett, Detti, akivel kapcsolatban konkrétan arról beszél, hogy ő, ő az, aki, aki tudomással bír arról, hogy kihúzatták magukat, kihúzattak dolgokat, illetve még egy másik kollégáját is említik, mint Varga Judit emberét, hogy menjen át az ügyészségre és nézze meg, hogy mi van a papírokban. Szóval azt elméletileg vizsgálják, ez kiderült ezen a sajtótájékoztatón a, a kérdésünkre, hogy hát itt a beléptető rendszert megvizsgálják, ami mókás módon egyébként egy külsős cég végzi a beléptetését és az őrzés védését az ügyészségnek. De hát ennek nyilvánvalóan van nyoma, és azt meg fogják vizsgálni, hogy egy ilyen nevű személy járt-e az ügyészségen, és mikor, és akkor őt mit csinált. Tehát elvileg ennek ki kellene derülnie, úgyhogy nem teljesen kizárt, hogy még azzal a részével is foglalkozik valamilyen módon az ügyészség, ami a tartalma, de a minősítés alapján nem úgy tűnik. Nekem az egyik kedvenc része mindenképpen az volt, ahol megnyugtatták az érdeklődő állampolgárokat a főügyész részéről, hogy természetesen ők is beazonosították, hogy ki lehet Tóni, Barbi és Ádám. Igen, hát ez egy nagyon érdekes része, hiszen ugye a Tóni, Barbara és Ádám név az szerepel egyébként a wöllner sadl ügy nyomozati irataiban, viszont a vádiratba ez nem került bele, és a Tóni, Barbara, Ádám az erőteljesen utal Rogán Antalra, a feleségére Rogán Barbarára és az ő kabinet főnökére Nagy Ádámra, aki egyébként többször is szerepel a nyomozati iratokban. Ezt, hogy ki Tóni, Barbara és Ádám, ezt egyébként hivatalosan Korábban senki nem erősítette meg. Ugyan magyar Péter e három személlyel azonosította korábban a, a Tóni Barbara és Ádámot. De hát a sajtótájékoztatón azért a főügyész elmondta, hogy hát pontosan tudják ki az a Tóni Barbara és Ádám, és hozzátette az újságíróknak még azt is, hogy ugyanaz, akiről mindenki tudja, hogy ki az a Tóni Barbara és Ádám, tehát mint egy utalva azt, hogy itt Rogán Antal köréről van szó. Ami azért érdekes, mert ugye korábban a Rogán Antal is számtalanszor elmondta, soha nem találkozott Sadl Györgyel, és hát, hogy azt se tudja, hogy ki az a Sadul György, miközben hát ugye szerepel névvel, és hát ugye az is kiderült, a Nagy Ádám kapcsán, a csütörtöki sajtótájékoztatón, ugye a Tóni, Barbara és Ádám köréből Ádám is ugye ki lett emelve, ugyanis itt a, az ügyészség számos olyan esetet felsorolt, ami a cikkeinkből származó történetek. Ezek egyike volt az, az a történet, amit a nyomozati iratokból hámoztunk ki, miszerint Sadú Györgynek az a bizalmas a sofőrje titkára egy alkalommal legalább, de itt több hasonló eset van, egy autót vitt el Nagy Ádámnak a címére. Nagy Ádám Rogán a kabinett főnökének a címére, és uh, itt az autó kesztyűtartójában pénz is volt, és akkor ennek kapcsán az ügyész úr azt is elmondta, hogy hát igen, egyébként tisztában vannak ezzel a történettel, a pénzt is észlelték, vizsgálták, de hogy itt semmilyen bűncselekmény gyanúja nem merült föl, tehát feltehetően Nagy Ádámot sem hallgatták ki, csak a Sadl Györgynek a sofőrjét. Tehát nem csak Rogán Antal és a felesége, hanem a kabinet főnöke is meg lett erősítve ezáltal ezen a sajtótájékoztatón, és tulajdonképpen mindegyikük szerepe az, főként Nagy Ádámé, az több körben is megjelent. Idézem, fürst Pál főügyészről beszélünk. Az, hogy valakinek kapcsolata van egy vádlottal, az bűncselekmény gyanúját nem jelenti, mondta ő. Igen, és hát ugye itt volt egy még viccesebb mondata, ugye itt ilyen autókról van szó, hogy autókat vitt a Sadló Dörgnek a bizalmasa nagyádámnak. Egy alkalommal biztosan, mert ott a címe alapján be lehet azonosítani. És igen, azt mondta erre a főügyész hogy az, hogy valaki autókereskedőkkel jobban van, és segít egy autót, vagy egy használt autót megszerezni, az nem bűncselekmény. Nyilván ez egy mókás része, hogy akkor most ki hogyan intéz magának, vagy hogyan vásárol autót. Nem tudom, általában autószalomban, vagy nem tudom, a használt vagy a hasonló portálokon vásárol az emberek többsége. Na de nekik nem is raknak 1.120.000 forintot a tartóba rossz helyen vásárolunk. Így van ha a beszámolókból jól rekonstruáltam, akkor a felvezetőben, a főügyész csütörtöki felvezetőben szerepelt az, hogy valamelyik aggodó, felkavart izgatott ügyészségi munkatárs mielőtt a sajtótájékoztató elkezdődött volna. A folyosókon arról kérdezte a főügyész, hogy ugye most nem az lesz, hogy magyarázkodniuk kell egy olyan ügyben, ahol bármelyik nyugati állam ügyészségének a becsületére váló módon, heroikus módon megépítettek egy vádiratot, igen, prominens szereplők kell szemben és próbálok ebből egy kérdésbe átkötni, mert ugye egyébként ez nem egy elvitatható teljesítmény valóban bármelyik nyugati ország ügyészségétől, és mondjuk úgy, hogy a, az aggódóbb magyar állampolgároknak a nyugállamba vetett hitével nem feltétlen egyező módon indult meg ez az ügy. Noha, akik visszatekerik ennek a podcastnak a különböző korábbi epizódjait, amikor erről beszélgettünk, ugye egy banális véletlennel indult az, hogy itt emberek elkezdtek sokkal banálisabb ügyben zajló lehallgatásoknak a hatókörébe bekerülni nem volt kérdésem, de kíváncsi vagyok, hogy ennek ellenére tudsz -e válaszolni. Igen, itt valóban arról volt szó, hogy nem is Sadló Györgyöt hallgatták le, még aztán nem is Völner Pált, hanem valami teljesen outsider ügyben hallgattak egy figurát, aki aztán Sadlő Györgyel beszélgetett telefonon, és hát olyan tartalmú lehetett a beszélgetés, hogy aztán elkezdték hallgatni a Györgyöt is, aki. Azért a lehallgatási jegyzőkönyvekből látható módon azért elég sok mindenről, sok mindenkivel beszélt. És aztán az ügyészek szerencséjére egyébként ő, még általában a feleségének is még, még egyszer összefoglalma elmondta ugyanazt a történetet, hogy még érthetőbb legyen, de hogy. Egy kicsit abba az irányba is elmenjünk, amit a heroikus küzdelemről szól, illetve arról, hogy ez a vádirat, ez pontosan, meg ez a bírósági eljárás, ez ebből mi látható. Nekem volt szerencsém azért a tárgyalások nagy részén részt venni, és hát nem úgy tűnik jelen állás szerint, hogy annyira túlságosan jól össze lenne rakva ez a vádirat, de hát ezt majd nyilván a bíróság eldönti az látható, hogy Sadul Györgynek a helyzete az sokkal nehezebb, hiszen azért az ő esetében hat önálló bírósági végrehajtó rávallott, hogy igen, valóban én megvesztegettem úgymond kenőpénzért a Sadul Györgyöt, hogy arra a pozícióra engem kinevezzenek, és ezt ő elintézte. Tehát ilyen tekintetben neki nehezebb, hiszen már hat ember szava áll az övével szemben. Neki nehezebb lesz ebből egy kicsit kimennie. Viszont Völner Pálnak az esete az egy kicsit más. Az ő helyzete az nem tűnik annyira nehéznek vagy elkeserítőnek jelen pillanatban, ugyanis itt egy koronatanúra van építve nagyjából egészében a vádnak a elég jelentős része. Sadul Györgynek az ilyen könyvelő bizalmi embere volt aki különböző táblázatokban vezette azt, hogy akkor milyen kimenő és bejövő pénzek forognak Sadul György körül. És hát maga a táblázat is egy kicsit nehezen követhető, hogy ez a bíróságon kiderült, de ami ennél szomorúbb, az pedig az, hogy ez a, ezt a koronatanút, ezt már kihallgatták a bíróságon. És az ő vallomása azért érezhető módon azért egészen elkezdett szétporladni a meghallgatásának a végére míg elértünk arra a pontra, amikor már ő maga erősítette meg, hogy hát az ő korábbi állatásai, amiket tényként közölt, valójában feltevések, vélelmezések voltak. Tehát ő konkrétan nem látott pénzátadást, ő, 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 neki csak sejtései vannak arról, hogy akkor, hogy, hogy miként mentek ezek a pénzek. Tehát ha nem kerül elő valami Bizonyíték, felvétel, videófelvétel, fénykép, bármi egyéb arról, hogy Sadl György pénzt ad, és azt mondjuk leszámolja a Völner Pál, akkor, akkor elég nehéznek tűnik ez a helyzet. Persze nyilván egy sor közvetett bizonyíték is van, de nyilván ez mind-mind a bíróságnak a hatásköré ezeket megítélni. Minden esetre azért nem tűnik nekem annyira túlságosan erősnek, és arról már több ügyvéd is beszélt Sadul Völner ügy kapcsán, hogy minthogyha egy kicsit hamar elsietve zárták volna le ezt az egész nyomozást, és hamar lett volna a, vádemelés. és szerintem van egy-két olyan dolog, amiben lehetett volna, vagy érdemesebb lett volna tovább nyomozni, hogy csak egy példát mondjak, arról, hogy akkor ezek a különböző végrehajtók mennyi pénzt fizettek kenőpénzgyanánt a Sadul Györgynek, abban sincs hát túlságosan könnyű tisztánlátás, ugyanis a, azt levezettük, hogy kb. 2,3 milliárd forint volt az az összeg, amit ezek a végrehajtók megkerestek a pályafutásuk során, és ebből körülbelül majdnem egy milliárdot adtak le a vádak szerint Sadl Györgynek, 924 millió forintot, vagy valami ilyesmit. Viszont akkor ugye, ha így van, akkor mondjuk egy 1,3 milliárd forintnak még ott kéne lennie valahol ezeknél a végrehajtóknál. Mégis a bíróságon látható módon, amikor kiszabták a büntetéseket, akkor mindenki kérte a pénzbüntetés mérséklését, kérte a részletfizetés megállapítását, és a többi, és a többi, és volt, aki bemutatta, hogy munkanélküli, volt, aki bemutatta, hogy nem tudom, autóalkatrészeket hord ki futárként, és a többi, tehát láthatóan, vagy érezhetően ezeknél az ember nem feltétlenül van pénz, amiből akár a büntetésüket ki tudják fizetni. Tehát mondjuk, hogy annak az 1,3 milliárd forintnak a sorsát, azt mondjuk még érdemes lett volna talán vizsgálni, és erre van is utalás a nyomozati anyagban, az egyik végrehajtót megkérdezik, hogy mennyi pénzt fizetett neki, ugyanannyit, annyit, amennyi benne van a táblázatban, mire ő azt válaszolja, hogy hát kérem szépen én én többet fizettem, de nem emlékszem már rá. Viszont nem mennek az ügyészek ennél tovább, itt megállnak, jó, ez van a táblázatban, akkor írjunk be ennyit. Tehát vannak olyan pontok, amiből úgy látszik, hogy azért lehetett volna még ebben tovább nyomozni. Nem biztos, hogy konkrétan erre a meglátásodra válaszolt főst de egy igazán érdekes pingpong keretében a Kozák Dániel kollégánk jegyezte kedden megjelent jogértelmező cikkből olvasott fel egy idézetet, amivel vagy neked el, vagy a sorok között lehet, hogy még másoknak is. Az ügyésznek nem arról kell meggyőződni, hogy valami biztosan nem történt meg, hanem csak azt teheti bele a vádiratba, amiről ő biztosan meg van győződve, hogy megtörtént. A Hak Péter egyetemi tanától idéz. Amivel kapcsolatban két aje van, az egy választás kérdése, hogy a vád teszi, és kockáztatja azt, hogy abban a vádpontban a bíróság felmenti a vádlottat, vagy eleve nem is teszi az ügyész a vád tárgyává. Azért valóban itt van egy 8000 pár száz oldalnyi nyomozati irat, amit mi ismerünk, láttunk, és van egy 72 oldalas vádirat. Nyilván a nyomozati irat az természeténél fogva sokkal szélesebb körül, mint egy vádirat, de azért ebben a nyomozati iratban azért egy csomó olyan ügy, egy csomó olyan történet van, mondjuk úgy, hogy megpendítve, ami látható módon azért érdekes, úgy felmerülhet a laikus emberben is a bűncselekmény elkövetésének gyanúja, és hát konkrétan a törtöki sajtótájékoztatón is volt olyan rész, amit ugye felsorolt a főügyész úr, az egyik ilyen volt, hogy, a, hogy felrótták az ügyészségnek, mármint a sajtó, mármint mi, mert ezt a cikket pont én írtam, hogy nem foglalkozott az ügyészség például például azzal az esettel, amikor Völner Pál szenzitív végrajtási árverési adatokat kért Sadl Györgytől, hogy a politikai ellenfelét, a Jobbikos-Nunkovics Tibort ezzel lejárassa a országgyűlési kampányban. És ugye ő azt mondta, hogy nem merült föl itt a bűncselekmény. Januja nem is vett részt árverésen, ugye ez a politikai ellenfél, tehát tulajdonképpen nem is valósult meg itt bűncselekmény. Csak hogy hát azért itt euh, szerintem azért itt többről van szó, tehát azért itt egy helyettes miniszter, egy, egy igazságügyi államtitkár megkeresi a végrajtói kar elnökét, és hát olyan adatokat kér tőle ki, amelyek nem tartoznak ugye senkire, a személyes adatok nem tartoznak a nagy azért, hogy ezekkel az adatokkal ő visszaéljen. És ő meg is kapta egyébként, annyi adatot mindenféleképpen kapott, hogy az ő politikai ellenfel az valóban regisztrált arra, hogy ő részt tudjon venni árverésen. Nem vett részt, ez kiderült, hogy nem vett részt árverésen, de hát önmagában az a tény, hogy ő beregisztrált valahova, és ezt az adatot átadja a Sadlő György a Völner Pálnak, hát az valószínűleg azért valamilyen szinten biztos, hogy aggályos. Tehát ez talán úgy lehet, hogy lehetett volna vizsgálni, mert, most azzal elintézni, hogy hát nem vett részt árverésen, ezért aztán nem is használták föl a politikai kampányban, de hát attól még az egyik hivatali vezető a másik hivatali vezetőtől hozzá nem tartozó adatokat kért el. Ezek azok olyan esetek, meg egyébként nyilván Rogán a kabinet főnökihez kapcsolódó esetek, amik fel vannak sorolva a nyomozati iratokban, amelyeknek kapcsán az embernek hiányérzete támad a vádiratot látva. És mindezt, amiről beszélünk, hogy hiányérzete van az embernek, ezt erősíti meg egyébként Varga Judit igazságügyi miniszter, amikor arról beszél, hogy kihúzattak ebből a, vagy a vádiratból, vagy a nyomozati iratokból részeket, amelyek rájuk vonatkoztak. Most ez a kettő egymást erősíti. Az biztos, hogy ez lesz az elején a kiemelés, és az is lehet, hogy ez lesz a végszó. Csabi, köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. A héten kivételes módon már nem csak Della, de háromharmad podcastunk is megjelent. Most az utóbbit fogom ajánlani, hiszen arról szól, hogy van a magyar közéleti nyilvánosságban egy ügy, amit hosszú-hosszú ideje először nem a Fidesz ural, a fidesz nem ural. Ugyanez az ügy az, mint amiről mi is beszéltünk az imént. Ebben a podcastban Horváth Csabát és Pázsambort hallottátok.